Boldog új évet mindenkinek, itt újra ez után. Ezen megnyitom az évadnyitót a 2021-es évre. Tehát, most van éppen fél kettő, tehát akkor fogok most beszélni. Tehát 2021-re, vagy 2000 előtt nem sikerült megnyerni az Ava Kill Camera 2-t, de most egy kis jobban fogok igyekezni erre, de még az Ava TD Time Machine is meg akarnám nyerni. Meg aztán számoljatok a Fortnite-tal, de azzal is, hogy addig biztosan lesz Fortnite, ami Save the World-ot csinálok, mert ha mind meg lesz, akkor már nem lesz értelme folytatni. Főleg akkor nem, hogyha maximum van a szinten. Igaz, nem foglalkoztam sokat a League of Legends-el, de nem tudom, hogyan tudok még ékezni vele. Legfeljebb játék egy veleggel. Előfordulhat az is, hogy RuneScape-ben fizetnék a member tagért. Nem, igen, tudom, hogy mikor. És... hát, aki azt akarja, hogy csináljam az Assassin's Creed-ben az Origins meg az Odyssey-t, az ne kérje, mert idén nem lesz ilyen, mert még csak az Assassin's Creed 2-n itt tartok, és sorba megyek. Mert utána jön a Discovery, Brotherhood, Revelations 3, Liberation, és aztán a Black Flag, és így tovább. Aztán tartani akarnék még Tomb Raider-t, tehát a Golden Mask-nál hagytam abba, hogyha belevágok a Golden Mask-ba, előfordulhat, hogy angolul fog kommentálni. Aztán jön a Tomb Raider 3. Tehát szépen sorjában megyek. Legend, Anniversary, Underworld, Madag, The Angel of Darkness után. De Secret mindenhol meg akarom csinálni. Mert úgy csinálni azok nélkül. Még aztán azt akarom, hogy legyen Far Cry. A Cry of Fear-be igyekezzek belevágni. Azért is csináltam azt a Vanish-t. Hogy lehet egy türelemmel vele. Mert te lehet, hogy még a következő indie horrorok is lehetséges. Slender, The Arrival, meg aztán Slendy Tubbies, SCP-t már kértek, aztán Granny's Granny. Meg Amnézia is lehetséges. Meg hát nem biztos, hogy lehetséges, hogy lesz egy Dark Souls NG plusz. Viszont a Demon's Souls-ba akarnak belevágni, és aztán a Dark Souls 2-be. Úgyhogy addig már türelmesnek kell lennetek. Előfordulhat, hogy megint lenne Outlast 2, hogyha a Messiah végjátszást csinálnék. Aztán Dungeon Siege-et is folytatnám. A Face Fight végjátszásokat akkor, hogyha a japánul csinálom meg. Meg aztán a Call of Duty-nál a Fine Sour-ra folytatnám. Meg mit nem mondtam még. Az Ival fengémekkel is haladnék. Hát végül sikerült találnom megoldást arra, hogy ugye a Camellia 2 Savage Mountain Challenge benne kitöltsem a mezőket, mert most egyelőre 19 van megcsinálva. És a The Best Guy lenne a következő. Ha sikerülne megnyerni a The Best Guy-t, lehet, hogy abból már azonnal csinálni kis videót. Hát, ami az egyebeket illeti, hát mivel Assassin's Creed 2-ben de olaszul köszönök, arra is azt is kitaláltam, hogy csinálok nyelvi, olasz nyelvi teszteket, hogy tudjam, hogy mennyit fejlődött az olasz tudásom, de lehet, hogy spanyolul is kipróbálnám, egy törökül, kínaiul, japánul, portugálul, vagy ilyesmi, vagy franciául. Mert találtam egy olyan oldalt, ami jobban tudja fejleszteni a nyelvtudást. Aztán ki akarom még rakni az Impossible Puzzle-t. Meg nem tudom még mi lesz. Ja igen, a Battlefield 1, azt minél hamarabb be akarom fejezni.
hogy már egy ilyen Battlefield-es győzelmen. Na, a többit majd meglátjuk később. Úgyhogy, tetszett a videó, akkor iratkozz fel. Ja, és a, ja igen, még valami, a Minecraft. Megtanultam, hogy kell azt a csinálni a fegyverekhez. Úgyhogy minél hamarabb belevágunk a Minecraftba is. De hogyha tudok jobban fejlődni, akkor majd belevágok a story módba is. Meg lehet, hogy a Warcraftba is. Úgyhogy, de legközelebb is számoljatok ám játék egy veleggel. De az mindig 6 órás lesz. Nem tudom pontosan mikor is az Eston 2, hát bocs, hogy azzal nem foglalkozom, de mostanában, hogy nehezen megy. Főleg, hogy sokat dolgoztatnak. Jó van, azt hiszem, amit nem tudok még, azt majd legközelebb elmondom. Úgyhogy addig is még egyszer mondom, boldog új évet mindenkinek!